augusztus végén képviselőtestületi ülést tartunk. Épp ezért a mai ülést rendkívülinek kell nevezni, de van néhány olyan téma, ami nem bírt halasztást. Ezért javasoltam azt, hogy még ha csökkentett létszámmal is, de tudjuk megtartani a mai ülést. Külön köszönöm azoknak, akik emiatt az ülés miatt a szabadságukat vagy a nyaralásukat megszakították, hogy határozatképesek legyünk. Így a mai munkát akkor megkezdenénk. Mielőtt a napirendekről szavaznánk, a kiküldött 6 napirendi ponthoz még 2 javaslat érkezett, amelyek határidő szempontjából szintén kiállják a sürgősségi próbát. Az egyik a napirend, a HSE kérelme, a vendéglátó pavilonoknak a tulajdonképpen a sporttelepre történő áthelyezése ügyében, illetve a Szent István parki pavilonok bérleti díj kérelmével kapcsolatban, amely szeptember hónapra vonatkozik. Ezek, amelyek még 7-es, illetve 8-as napirenddel javaslatként kerülnének megtárgyalásra. Először a rendnek megfelelően, akkor ha egy jelenléti gombot mindenki, igen, akkor a jelenlét megvan, ugye, ha jól látom, 9-en vagyunk jelen a mai ülésen, akkor egyesével szavaznánk a pótólagos napirendekről. Elsőként a HSE előttünk lévő féloldalas kérelme az, amelyről szavazni kellene, hogy napirendre vegyük-e. Aki egyetért vele, kérem, igennel szavazzon. Igen, megállapítom, hogy 8 igen egy tartózkodással elfogadtuk, hogy napirendre vesszük 7-es sorszámmal a HSE kérelmét. 8-as napirendként pedig a Szent István parki pavilonok bérleti díjával kapcsolatos előterjesztés, módosító előterjesztés lenne, mely szeptember hónapra vonatkozik. Aki ennek a napirendre vételét támogatja, kérem, szíveskedjen igennel szavazni. Igen. Megállapítom, hogy 8 igennel, nem és tartózkodás nélkül ezt a napirendet is elfogadtuk. És akkor most egységes szerkezetben szavaznánk az előre kiküldött és most pótlólag felvett 2 napirendről. Aki elfogadja, így egységes szerkezetben, kérem, igennel szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 9 igen, nem és tartózkodás nélkül a napi rendeket elfogadtuk. Azt szeretném javasolni, hogy kezdjük a napi rendek tárgyalását, és mindenképpen arra törekedjünk, hogy a rendkívüli ülésnek megfelelően történjen a tárgyalás. Ugyan a kiküldött anyagban szerepel az, hogy a végén kérdések, interpellációk, bejelentések is legyenek. Kérem, hogy itt is tartsuk be a rendkívüli ülést, tehát amelyre vonatkozó alapértelmezést, hogy amely nem tűr halasztást, olyan témákban jelentkezzünk csak most. Egyes számú napirend, egyes számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos előterjesztés. Kérdezem az előterjesztőt, irodavezető helyettes asszonyt, van-e kiegészítés szóban? Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr! Az egyes számú felnőtt fogorvosi körzetet közel 35 éves szolgálat után elidegeníteni kívánja dr. Pataki István főorvos úr, megjelölte a praxis átvevőjének a nevét, az előterjesztésnek megfelelően, amely jogszabály szerint készült, a határozati javaslatok alapján kérem a testületet támogassa az előterjesztést. A praxis átvevéséről nyilatkozott dr. Nagy Balázs Zoltán fogorvos úr, aki továbbra is kívánja feladatellátási szerződéssel ellátni Hajdúszoboszló városnak a felnőtt körzetét, az egyes számút.
rendkívüli eset ebben az ügyben, hogy a praxis átvevője főorvos úrtól megvásárolta a rendelőt is, tehát az egyes számú felnőtt fogorvosi körzet betegeinek ellátása továbbra is a Nádudvari 12 szám alatti rendelőben folytatódik. A kiküldött napirend és előterjesztéshez annyi kiegészítésem van pluszban, hogy közben Nagy Balázs Zoltán doktor urat, ki mellettem ül, tisztelettel bemutatnám a képviselőtestületnek. Megérkezett a jó hírnév igazolása az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól, amely egy igen elismerő szakmai múltat takar. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy kívánnak-e szólni. Úgy látom, hogy bizottsági javaslatok lesznek. Bíró Anita képviselő asszonyé a szó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést, és természetesen a határozati javaslatot egyhangulag támogattuk. Ezúton is én is szeretném megköszönni Patak István főorvos úrnak a lakosságért folytatott áldozatos munkáját, és szeretettel köszöntjük dr. Nagy Balázs Zoltán doktor urat a köreinkben, és sok sikert kívánunk neki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mester József képviselő úr kért szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak. Megjelentek, a pénzügyi bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, egyhangulag támogatja. Úgy szintén köszönjük szépen a doktor úrnak a munkáját, és tovább jó egészséget kívánunk az új doktor úrnak, pedig nagyon jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hozzászólás, vélemény. Megkérdezem az érintett főorvos urakat, hogy kívánnak-e esetleg szólni. Én csak röviden meg szeretném köszönni a városnak azt a bizalmat, amit 33 évvel ezelőtt kaptam, azt a elismerést, amit akkor kaptam, amikor a Kennedy díjjal tüntetett ki a képviselőtestület, és itt meg szeretném a város lakosságának is köszönni, akik bizalmukkal és valami teszik szeretetükkel tüntettek ki, és azt kérném a testülettől, hogy azt a bizalmat adják meg utódomnak, amit én kaptam ezelőtt 33 évvel. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen. Köszönöm. Ha más hozzászólás nincs a napi rendel kapcsolatban, akkor szavazunk. Nem olvasnám fel a határozati javaslatot, mert ez elég hosszú, ugye különböző jogi procedúrákat tartalmaz. A Pataki doktor úrnak ugye a körzetnek a lemondása, aztán a Nagy Balázs doktor úrnak pedig a körzet átvétele, és más egyéb olyan technikai részletek, amelyel most a közvéleményt nem untatnánk, a határozati javaslatot mindenki el tudta olvasni. Aki azzal egyetért, kérem, igennel szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 9 igen, nem és tartózkodás nélkül a határozati javaslatokat elfogadtuk. Köszönöm szépen én is főorvos úr áldozatos munkáját, és sok sikert kívánok az utódjának. Köszönjük mi is. Kettes számú napirendre térünk át. A Liget óvodában található melegítő konyha felújítása és az ezzel kapcsolatos pályázathoz kapcsolódó határozati javaslat. Itt felhívnám a figyelmet, hogy menet közben érkezett egy kiegészítő határozati javaslat, amely tulajdonképpen a pályázat szempontjából egészíti ki a korábban kiküldött határozati javaslatot, amely tulajdonképpen megindokolja erőteljesen, hogy a Derecskei Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági Lánc Állategészségügyi Osztályának a jegyzőkönyve is indokoltá tette ennek a konyhának a felújítását, illetve még egy kiegészítő információt látok itt, hogy az átadás várható időpontja 2021. augusztus 15-e. Ugye? Ennyi. Főmérnök asszony, van kiegészítés? Köszönöm szépen, csak technikai
Két határozati javaslatot tettünk, és az lenne a kérésem, hogy külön-külön döntsön már a képviselőtestület a határozatokról, hiszen az egyiket küldenünk kell a kincstár felé, a másikat pedig nem. Köszönöm. Jó, rendben. Tehát akkor az egyes és a kettesről külön. Jó, ennek nincs akkor nem. Jó, van-e kérdés? Bizottsági vélemény? Mester József képviselő úr kért szót. Köszönöm szépen a szót. A pénzügyi bizottság a előterjesztést megtárgyalta és egyhangulag támogatja. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor külön szavazunk, tehát először az a határozati javaslat egyes számú határozati javaslatról fogunk szavazni. Aki azzal egyetért, kérem igennel szavazzon. Köszönöm szépen, 9 igen, nem és tartózkodás nélkül elfogadtuk, és következik a 2-es számú határozati javaslat, amely szintén ehhez kapcsolódik, de itt a kiegészítő helységeknek a rendbetétele és az ehhez szükséges forrásról van szó. Aki ezzel egyetért, azt kérem szintén igennel szavazzon. Köszönöm szépen, 9 igennel, nem és tartózkodás nélkül elfogadtuk a 2-es számú napirendben szereplő határozati javaslatokat. 3-as napirend következik, előterjesztés társulási megállapodás módosításának elfogadásáról. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e bizottsági vélemény? Mester József képviselő úr kért szót. Köszönöm szépen a szót. A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangulag támogatja annak elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás, vélemény nincs. Akkor javaslom, hogy szavazzunk róla. Itt is elég hosszú a határozati javaslat, de természetesen ez a technikai változtatások keresztül vezetését jelenti, tehát az új lakosságszám alapján való szavazati arányt ebben a bizonyos hajdúsági és bihari víziközmű szolgáltató társulásban, valamint a személyi változásoknak a keresztülvezetését jelenti. Aki egyetért a határozati javaslatban szereplőkkel, az kérem igennel szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom 9 igennel, nem és tartózkodás nélkül a 3-as számú napirend határozati javaslatait is elfogadtuk. Következik a 4-es számú előterjesztés, Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése pályázatról egy tájékoztató került elénk. Ennek tulajdonképpen a határozati javaslata annyit tartalmaz, hogy a képviselőtestület a tájékoztatót elfogadja, mivel régen nem esett szó ennek a projektnek az állásáról, úgy tartottuk célszerűnek, itt a hivatal munkatársaival egyeztetve, tekintettel arra is, hogy a kiviteli tervek közben elkészültek, és az érintettekkel az egyeztetés sikeresen megtörtént a Mátyás király sétányon, hogy egy tájékoztató erről készüljön a képviselőtestület elé. Nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban újabb döntésre akkor lesz szükség, amikor a feltételes közbeszerzés lebonyolításra kerül, és annak során kiderül, hogy a forrásügyileg hogyan áll a város, illetve a támogatás mennyiben és hogyan biztosítható. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e? Igen, Bíró Anita képviselőasszony kért szót. Köszönöm, az volt polgármester úr, bizottsági véleményt mondani, turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangulag elfogadta a tájékoztatást. Köszönöm szépen. Dr. Sóvágó László képviselő úr kért szót. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mivel ez már 2018 decemberében alá lett írva,
hogy hol tart ez a technikailag ez a folyamat, tehát mikor lesz az ideiglenes közbeszerzés, mert most ezt nem rovom a mostani vezetés terhére, csak már 2 év eltelt, és még nem látok semmilyen érdemi változást, tehát mikor lesz ez? Köszönöm szépen a kérdést és a szót. A közbeszerzési eljárás dokumentációja összeállítása került a nyár folyamán, és a közreműködő szervezet az előzetes ellenőrzését végzi. Már most a második körnél tartunk, tehát a műszaki specifikációkat már leellenőrizték, azt elfogadták a műszaki tartalmat, most a jogi ellenőrzése zajlik. Épp a mai vagy tegnapi nap folyamán kaptuk meg a második körös hiánypótlási felhívást, tisztázó kérdéseket tettek föl. A hiánypótlás benyújtási határideje hétfő. Én azt gondolom, hogy ha minden kérdésre maradéktalanul tudunk helyesen és jól válaszolni, ami a közreműködő szervezet elvárása, illetve az ellenőrző szerv elvárása, akkor rövid időn belül meg kell, hogy kapjuk a támogató döntésüket, és a közbeszerzési felhívás még szeptember hónapban elindítható lesz. Köszönöm szépen. Újabb kérdés lesz? Szeretnék hozzászólás. Igen. Végül is én ezt az új variációt is támogatom. Vannak dolgok, amelyek talán jobbak is, mint az eredetiek. Hogy az eredetiben miért nem szerepeltek esetleg így, többek között a látványelemek szétszórása például, az szimpatikus számomra, hogy az eredetiben miért nem szerepeltek így azért, mert a Magyar Turisztikai ZRT sokkal görcsösebben ragaszkodta maga álláspontjához. Én örülök, hogy más szempontok is szerepet játszottak, és akkor végül is nem csak a Mátyás Király sétány újul meg, hanem tulajdonképpen még a tér egy jelentős része is átalakítható, ez számomra szimpatikus megoldás, és ezért én ezt az előterjesztést támogatni is fogom. Ami kevésbé szimpatikus, az egyetlen dolog, és pedig az, akkor is erőltették ezt, de hát úgy látszik, hogy van, amit sikerült keresztül vinni, van, amit nem. Szóval akkor is erőltették ezt. Én nem vitatom, hogy esetleg egy ilyen szociális blokknak a területen van létjogosultsága, de azt határozottan vitatom, hogy ezen a helyen. Én elmerem most már mondani, hisz nem vagyok abban a helyzetben, hogy irányítsam a város életét, hogy a városépítészek akkor azt javasolták, hogy azt a kis zöld területet, a fürdő fedett épülete és a információs iroda között, azt nemhogy beépíteni mondták, hanem csatoljuk a térhez, legyen az a tér szerves része. Ha ez nem is valósul meg, vagy másoknak ez nem szimpatikus elképzelés, azt mindenképpen mondom, hogy oda egy szociális épületet tenni, még ha feltételezem, hangsúlyozom, hogy ez részben központi akaratra történik is, azt azért elhibázott dolognak tartom. A park más részén is el lehetett volna ezt helyezni. Mondjuk gondolom, hogy egyszer majd utódaink felszámolják azt a vakparkolót, és annak esetleg a 4-es úthoz közeleső része, de semmiképpen nem ez a frekventált rész. De ez már úgyis így marad, csak jelezni szerettem volna, hogy amellett, hogy nagyon sok számomra szimpatikus elem található ebben a megváltoztatott, némiképpen megváltoztatott tervben, hisz maga előterjesztés is így fogalmaz, azért vannak olyan elemek, amelyek megítélésem szerint visszalépés. Nem véletlenül kérdeztem a határidőt, nyilván volt belelátásom, hogy mennyibe kerül ez, akkor is komoly aggodalmak volt, fogalmazottak meg, hogy 1,5 milliárd forintból kitelik-e. Nyilván felelőtlenségnek tűnhet bármiféle pénzösszeg meghatározása, de határozottan mondhatom, hogy a legjobb meggyőződésem szerint ez nem fog kitelni belőle, hisz az építőipari kapacitások még akkor is leterheltek, hogyha várhatóan a mostani gazdasági pangás következtében, ez néhány éven belül megjelenik náluk is, de most azért még mindig tart ez a túlterhelés, és azt gondolom, hogy azért nem kellene, hogy is mondjam, túlzott lendülettel hirdetnünk közösen, ezt hangsúlyozom, hogy mi minden történik ott, mert lehet, hogy a végén nem ez fog történni teljes mértékben, és lehet, hogy olyan elemeket ki kell hagyni, amelyekben most egyesek esetleg belekapaszkodnak, szimpatikusnak tartják, és a végén kiderül, hogy erre bizony nem jut pénz. És hát a sietségnek is az lenne az alapvető oka, hogy minél hamarabb csinálni kellene, mert itt kérem szépen minden nap
emelkednek a költségek, ugye egy részét importból fedezzük, senki ne higgye, hogy a 351 néhány forintos euró az nem azt segíti elő, hogy növekedjen az országban az infláció, mint ahogy azt számolatok is bizonyítják. Köszönöm szépen. Én megszavazom, ha sem. Igen. Köszönjük szépen. Nagyon sok mindennel. Igen. Kérek, ugye azt a ígéretet sem felejtette, nem tudom, a hivatal vezetés, nem tudom, ki is tette pontosan, hogy értesítenek bennünket a fák áthelyezéséről, ezt nem csak mi kértük, hanem a úgymond kormányzó mi képviselő is, és akkor velük együtt kisétálunk, és szépen megnézzük majd, hogy is lettek ezek a fák kivéve, 21 néhány darab van belőle, hova lett elhelyezve, ne adj Isten, szabad időnkben kijárunk, és locsolgatjuk őket, ápoljuk, óvjuk, hogy szép legyen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Természetesen sok mindenben és nagy részével egyet lehet érteni azzal, amit képviselő úr említett a fejlesztéssel kapcsolatban. A vizes blokkal kapcsolatos polémiáról azért annyit hadd mondjak el, hogy nem tudom, mennyit sikerült, kinek mennyit sikerült a nyáron a Szent István Parkban járkálni és megjelenni. Ugye ideiglenesen letettünk oda egy vizes blokkot, hát mit nem mondjak, sorban álltak ott. Tehát, hogy az nagyon hiányzik valahonnan a környékről, de az, amiről most beszélünk, az a létesítmény nem csak egy vizes blokk lesz, nem csak egy WC lesz, hogy egyszerűen fogalmazzak, hanem ott egy ilyen gyerekjátszó is, és egy kávézó is, tehát egy értékesítőhely is lesz. Tehát ez egy komplexebb létesítmény lesz, amely a termálfürdőhöz illesztődően valósul meg, és ugye a háta mögött takarja azt a régebbi, úgynevezett régi válfás öltöző melletti vendégszobát. Tehát én azt gondolom, hogy jó megoldás lehet az, hogyha ott egy vizes blokk elhelyezésre kerül. Minden esetre a funkcióját illetően komoly igény mutatkozott, ez látszott a nyár folyamán is. Ugye nagyon nehéz ezen a téren bármi olyat elkövetni, hogy ott minden látszik tulajdonképpen. Ami fontos még a zöld felületekben, ugye kicsit már mindenki mosolyog ezen a, gondolom majd lesz viszont válasz is, de azért fontos megjegyeznem, és szeretném kihangsúlyozni, hogy az új tervek sokkal több zöld felületet tartalmaznak, mint az eredeti terv. Tehát az a tervező, aki a engedélyes szintű tervet elkészítette, ugye ő végezte a további tervezési folyamatot is, a kiviteli terveket, és ugye külön kérésre sokkal nagyobb zöld felületeket helyezett el a sétányon is. Tehát ez azt gondolom, hogy fontos szempont volt eddig is, és ezután is az lesz. A látványképeken ez pedig nagyon jól adja magát, és látszik. Reméljük, hogy nem kell elhagyni belőle egyetlen egy elemet sem majd a látványokból, hiszen a korábbiakhoz képest ez bővült. Ami még nagyon fontos, ami szintén akár a vállalkozói körre, akár a közvéleményre tartozik, hogy az engedélyes tervekhez képest a kiviteli terveket sikerült és az élménypontokat úgy átalakítani, hogy olyan mély alapozásokat nem szükséges azokhoz végezni, amely a sétányra kerül. Így nem veszélyeztetődik például a szállodáknak a működése, például, hogy akár áram vagy gázszolgáltatással le kelljen állni, és külön hatósági előírás, hogy folyamatosan a szállodasornak megközelíthetőnek kell lenni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon talpra esett és ügyes kivitelezőnek kell lenni, olyannak, aki mondjuk zsebkendőnyi területen is, Budapest belvárosában is tud építkezni. Ezt most csak példaként mondtam, mert ugye ott azért rendesen be vannak szorítva az építkezések, de lehet úgy is építkezni, és nem csak úgy, ahogy itt a mi környékünkön szokták, hogy ugye szétterülköznek, ami csak hely van, mindent elfoglalnak. Ez egy kis kritika volt úgy általában az építőipari kivitelezők irányába. Köszönöm szépen, Szilágyi Népál Gyöngyi. Köszönöm szépen, polgármester úr, csak egy rövid kiegészítést szeretnék tenni, nem írtam az anyagban, viszont most a polgármester úr is említette, hogy reméli, hogy élménypontot nem fogunk elhagyni, hogy a költségek úgy alakulnak a közbeszerzés során. A közbeszerzési felhívást úgy állítottuk össze a műszaki tartalmat illetően, hogy azért vannak opcionális tételek, kettő ilyen opcionális tétel, valami nyilván a költségek függvényében kell majd eldöntenünk, hogy ha nem fér bele a költségekbe, hogy az önerőből megvalósítható-e, vagy el kell, hogy hagyjuk.
Az egyik ilyen elem a Hajdúszoboszló városkapu, ami egyébként egy új projektelem, illetve a strandnyári bejárata előtt tervezett körszökőkút a fürdőző szobor együttessel. De nyilván ez csak akkor marad el, hogyha a költségek ezt indokolttá teszik. Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e további hozzászólás, mert átmentünk a hozzászólásokba? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki egyetért és elfogadja a tájékoztatót, az kérem igennel szavazzon. Köszönöm szépen, 9 igen, nem és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Az 5-ös számú napirendi pont következik. Stratégiai együttműködési megállapodásról szól az előterjesztés, amely már megjelent a híradásokban is a megyei önkormányzattal. Tervezünk egy stratégiai együttműködési megállapodást aláírni. Ezzel kapcsolatban kérdezem, van-e bizottsági vélemény? Nincs. Kérdezem, hogy van-e kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Hozzászólás? Ha nincs, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem igennel szavazzon. Köszönöm szépen. 7 igen, 2 tartózkodás mellett, nem nélkül elfogadtuk a határozati javaslatot. És akkor következnek a 6-os számú napirendi pont következik, előterjesztés konyha átadásáról a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség részére. Az előkészületek során alapvetően arról volt szó, hogy Hajdúszoboszló városra szolgáltatja tovább az étkeztetést a Gönczi Pál iskola gyermekei részére is, de a kapott kincstári információk alapján ezzel senki nem járt volna jól, mert hiszen mi is csak hiányos támogatásban részesültünk volna ehhez a szolgáltatáshoz, másrésztről az egyház sem kapta volna meg az ehhez vonatkozó támogatást, ezért indult el a tárgyalás abba az irányba, hogy az egyház működtesse és üzemeltesse ezt a konyhát. Mint hogy az előterjesztésben látszik, ez egy határozott időre szóló ingatlan és eszközátadásról lenne szó. 5 éves időtartamra, és ennek megfelelően az eszközöknek a díjának a megtérítése is benne foglaltatik. Az előterjesztésben csak egy része kerülhetett bele, hiszen a szakértő a régebbi eszközöket még nem tudta felértékelni, nyilván ott is egy szakértői áron kerülne átadásra az eszközérték. És hát nagyjából ezek a fő paraméterek. Kérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban, igen, Lőrinc László, irodavezető úr, kíván szólni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Végülis polgármester úr már nagyjából elmondta a dolgoknak a fő irányait. Néhány számmal kiegészíteném még ezt a kiegészítést. A Hajdúszoboszlói Önkormányzat a Gönczi Pál általános iskola gyermekétkeztetésével kapcsolatban az államtól 27 millió forintos állami támogatást kapott. Ez két részből tevődött össze, egyrészt egy bértámogatásból, ami 12 millió volt, és egy üzemeltetési támogatásból, ami 15 millió forint volt, így jött ki a 27 millió, illetve a város egyéb saját forrásaiból még 13 millió 700 ezer forinttal támogatta ezt a gyermekétkeztetési tevékenységet, és így jött ki összességében mintegy 59 millió forintos működtetési kiadás. Na most, ahogy polgármester úr is elmondta, ez a fajta gondolkodás úgy indult, hogy először
mind a két fél úgy gondolta, hogy az egyház igénybe vett szolgáltatásként fogja megrendelni ezt a étkeztetést. A Magyar Államkincstárral való többkörös egyeztetés alapján kiderült, hogy amennyiben az önkormányzat végzi ezt a szolgáltatást, akkor se a bértámogatásra, se az üzemeltetési támogatásra nem jogosult, amennyiben az egyház működteti, akkor a bértámogatást ők megkaphatják, az üzemeltetési támogatásra az egyház sem lesz jogosult. Tehát tekintettel arra, hogy elég gyorsan változtak a paraméterek, így elég gyorsan kellett ezt az előterjesztést elkészíteni, azért szerepel benne mind a béreknél, tehát mind a létszámnál, mind az eszközöknél kipontozott sorok, mert hogy az eszközök vonatkozásában a szakértő jelen pillanatban készíti a szakvéleményt, a tegnapi napon volt kint az intézmény konyhájára, illetve a dolgozók a délutáni órákban fognak ajánlatot kapni az egyház részéről, hogy milyen konstrukcióban venné át az egyház a jelenleg a konyhában dolgozókat, illetve kik azok, akik maradni szeretnének, mint közalkalmazotti jogviszonyban. Erre a törvény alapján 30 napos határideig van ebben a kérdésben dönteni. Így előzetesen úgy néz ki, hogy talán két fő az, aki a új egyházi konyhába átmenne, egy fő, aki még bizonytalan ebben a kérdésben, a többi dolgozónak pedig a intézmény működtető fog tudni más konyhán munkalehetőséget biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Mester József képviselő kért szót. Köszönöm szépen a szót. Bizottsági döntéseket szeretnék közölni. A pénzügyi bizottság és a kulturális nevelés és sportbizottság külön-külön megtárgyalta az előterjesztést. Mindkét bizottság egyhangulat támogatja annak elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. További kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Vélemény, hozzászólás? Dr. Kovács Gergely, alpolgármester úr kért szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Nekem a bizottságén is, a mai bizottságon is említettem két észrevételem lenne. Egyrésztről jó elképzelésnek tartom és támogatom, hogy 5 éves határozott időre történjen ez az átadás. Viszont alapvetően a határozottan idejű szerződéseknek van annyi előnye, hogyha nem működik valami, akkor sokkal könnyebb bármelyik félnek ezeket felmondani. Én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy a jó gazda gondosságával fogja a református egyház is üzemeltetni ezt a konyhát. Inkább csak egy ilyen garanciális jelleggel javasolom mind a két fél védelmi érdekében, hogy a szerződés megszüntetése, a határozottidő szerződés felmondásának szabályozásomra a szerződéskötési folyamatban kapjon már hangsúlyos szerepet, tehát legyenek akár a PTK-n túl is nevesítve esetek, amikor ki lehessen ebből lépni. Akár úgy eszembe jutott, mint például, hogy a víziközműben is van, hogy mondjuk egy hosszabb felmondás idő évvégére felmutat a lényeg, hogyha valamiért ez a dolog mégsem működne, bár én azt gondolom, hogy nem fog, csak ugye a mert csak ilyen vagy mindig a legrosszabbul indulok ki. A másik észrevételem javaslat, ami egyébként szintén nem érinti a határozati javaslatot, mert én azzal egyetértek. Itt a második került megemlítésre, hogy a önkormányzati érdekkörében felmerülő feladatok megvalósítása érdekében itt az étkezőt az önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja. Jelenleg illetve az elmúlt időszakban információink szerint is az a bizottságülésen is elhangzott, hogy a civil szervezetek ezt előszeretettel vették igénybe éves közgyűlés, vagy akár csak egy ilyen főzés, vagy akár esküvő alkalmával is, és mert ezek nyilván nem az önkormányzat érdekkörében merülnek fel, ezekért a bérlő majd további bérleti díjat számíthat fel. És én azt kérném, hogyha lehet, akkor valamilyen szinten járjunk már közben, hogy azért ez ne legyen egy a sokszoros a jelenlegi meg, mert úgy gondolom, hogy nekünk is ez egy
egy előnyös dolog volt az önkormányzat, ezt viszont önköltségi árra tudta adni ezeknek a civil szervezeteknek is. Sajnos nem állunk úgy ingatlanokkal, hogy túl sok helyre tudjuk őket helyett küldeni. Illetve itt nem hangzott el a bizottság véleménynél, hogy itt felmerült az, hogy talán volt egy-két változtatás igénye a református egyháznak, hogy akkor azok nem kerülnek egyik sem. Tehát például volt egy 30 napos, illetve előre egyeztetni egy 30 nappal előre, vagy akkor ezeket nem támogatta a bizottság végül. A 30 napos, az 30 napos nem került, nem? Itt nincs benne még ebbe az előterjesztésben. Én így emlékszem, bár nem tudom végén ott lenni, hogy a bizottság ebben ezzel például egyetértett, hogy akkor ezeket most itt úgy fogadjuk. Annyi volt, igen, hogy az előzetesen egyeztetett időpontban helyett azt kérték, hogy 30 nap legkésőbb 30 nap előtte legyen jelezve. De ezt nem én kaptam, hanem ezt a hivatal kapta meg, ezt a nem igen. Tudom, esetleg irodavezető helyettes úr erre tudna többet mondani. Varga Imre, irodavezető helyettes úr kapta. Igen, köszönöm szépen. Gyakorlatilag ez az előterjesztés polgármester úr hatalmazza fel arra, hogy aláírjon egy megállapodást, a megállapodás alapján pedig egy vagyonhasznosítási szerződést fogunk szerkeszteni, és kvázi előterjesztőként a főkönyvelő úrral az egyháznak azon véleményét elfogadtuk, hogy ide tegyük be a határ, vagy az előterjesztésbe, mert annak alapján készül a megállapodás, azt, hogyha egy szervezet oda akar menni, akkor 30 nappal előtte jelzi, egyeztet, és hogyha az intézményi alapfeladatot nem sérti, ők akkor nem akarnak ott valamit csinálni, akkor történik egy szerződés megkötése. Erről volt szó tulajdonképpen, és ezt mi elfogadtuk, és ezt bele fogjuk szerkeszteni majd a javaslatba, illetve ebbe a vagyonhasznosítási megállapodásba. Jó, akkor most én is kérdeznék, akkor mondjuk már ki, hogy éves szinten ez körülbelül hány rendezvényt jelent, ami nem az alapfeladat? Jó, akkor nem kéne túlragozni ezt a témát. Igen. Szerintem nyilván meg fogjuk tudni oldani, hogy rendben legyen. Jó. Kocsis Róbert képviselő úr, kérd szót. Nem tudtam részt venni a bizottsági ülésen, és még a most kiosztott anyagban is szerepelnek pontozott értékek, számok. Itt engem elsősorban akkor nem figyeltem ezek szerint. Jó. Rendben van, akkor elhangzott. Hogy? Nem a létszámot. A létszám is érdekel, de az összeg is érdekelt volna. Jó, köszönöm szépen. Ha elhangzott, akkor rendben van. Bocsánat, akkor visszavenném a szót, tehát elhangzott. Lőrinc úr kiegészítésében elhangzott, hogy egy része az eszközöknek már ott van benne, az utóbbi néhány évben beszerzett eszközök, a többieket pedig a szakértő ugye most, tegnap volt kint, most folyik a felértékelése, ezért van kipontozva. Tehát volt rá, tehát az eszközre is volt, és a személyekre vonatkozóan is, hogy előzetesen a mostani információk szerint, de nyilván a dolgozóknak van 30 napjuk eldönteni, hogy aki még bizonytalan abban, hogy hol szeretné a pályafutását folytatni, hogy eldöntse. Dr. Sovágó László képviselő úr, kért szót. Végül is azt akartam mondani, ami lámbe is következett, hogy azért nem kellene az utolsó pillanatban kiküldeni a képviselőknek egy ilyen jelentős előterjesztés, és ez nem az első eset, csendben megjegyzem, hogy még nem emlékszem olyan képviselőtestületi ülésre, hogy minden napi rendet megkaptuk volna, mindig utólag is kaptunk napi rendi pontokat. Ha valaki azt mondaná, hogy máskor is volt, de nem ilyen mértékű. De nem ezt akarom belőle kihozni, hanem azt, amit a polgármester úr felvetett, hogy valóban én ezen el sem gondolkoztam. Például a lovasbarátok is ott tartják a közgyűlésüket, és nem kettő-hárommal én szerintem, mert én többről is tudok. Na most azoknál ez a teremdíj, ez óriási összeg, és én sem szeretném az egyházat előzetesen megalapozatlanul kritikával illetni, de ki fogja azt majd vizsgálni, hogy fognak arról meggyőződni, hogy az indok volt-e, vagy akkor meg kell bizony mondani ezeknek az egyesületeknek, lehet, hogy ez a tiszta út, hogy a jövőben ott nem rendezhetnek ilyesmit, mert hát ezek úgy történtek,
ha szabályos, hanem hogy ingyen odaadták a termet, aztán a szakásnőtől megkérdezték, hogy mennyit kell ezért fizetni, azt összeszedték a tagoktól, ami nem is a kis összeg, és akkor szépen kifizették. Hát ez a gyakorlat, biztos vagyok benne, hogy nehezen tartható. Igen, jogos az észrevétel. Én magam is azt gondolom, hogy csak kérni tudunk az egyháztól, tehát ha átadtuk az üzemeltetést, legfeljebb jelezni tudjuk, hogy szeretnénk, ha. Tehát a polgármester úr is ezt jelezte. Én azt gondolom, hogy ezzel együtt ettől fontosabb dolog is felmerülhet majd, hiszen a meglévő konyháinknak a biztonságos működésének a megteremtése az még egy külön harci feladat lesz az ősz folyamán, illetve jövő év elején. És egyébként vannak jó adottságú konyháink még emellett, akár a kollégiumban is, amely nagy kapacitású, és ugye korábban ott is tartottak rendezvényeket, tehát hogyha mégis itt nem úgy alakulna, amit ne tételezzünk fel, hanem én azt javaslom, hogy pozitív kicsengéssel, pozitív irányultsággal álljunk ez a változáshoz, akkor is fogunk megoldást találni arra, hogy a civil szervezeteinknek legyen olyan helye, ahol ezeket a rendezvényeket meg tudjuk tartani. Van-e további hozzászólás, mert hozzászólásnál tartunk. Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról, és természetesen ugye ennek folytatásaként a szeptemberi ülésen részletes tájékoztatás fog a képviselőtestület elé kerülni. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, igennel szavazzon. Köszönöm szépen, 7 igen és 2 tartózkodással elfogadtuk a határozati javaslatot. És akkor a pótlólag felvett két napirend, az egyik a HSA kérelme, ugyanitt elmaradt a hivatal részéről a határozati, vagy az előterjesztés formalizálása, de nem? Jegyző úr, parancsolj. Köszönöm szépen. Szerencsére nem maradt el, mert ez egy egyéni képviselői indítvány, így ennek tekintettük. Rendben. Jó. Akkor majd valaki elmondja, hogy miről szavazunk, ugye? Tehát konkrétan, mert azért az csak meg kell a határozatot fogalmazni. Igen, tehát van ezzel kapcsolatban, tehát a Szent István Parkból elbontott pavilonokról van szó, azt szeretné a HS használatba venni, tulajdonképpen büfé szolgáltatás céljára, vendég, illetve hazai részen, és ott a sporttelepen felállítani. Igen. Marosi György Csongor képviselő kérdés. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak. Itt az előttünk álló kérelem ez arról szólna, hogy ami a nyár felmán, vagy a nyár előtt elbontásra került két pavilonot a Harangház előtt, ezek most kikerültek a Városgazda telephelyére. Ott Mészáros Sándor főelnök úr javaslatára felvettük a kapcsolatot Nyéki István vezérigazgató úrral, aki elmondta, hogy ezek a pavilonok még használaton kívül vannak. Számukra ez, hogyha nem kerül másmilyen felhasználásra, akkor ezek ilyen őrbódék lennének később kihasználva, de számukra ez nem létszükség és nem kell. És mint ahogy már jeleztem már a múltkori testületi ülésen, a jövőbeni tervei alapján, ami a sportegyesületnek és a városnak is a terve, most volt egy átfogó hatósági eljárás, melyben ideiglenes működési engedélyt kapott a sportegyesület terepe, melyben előírás az, hogy a hazai és a vendég szurkolókat el kell különíteni, és külön szociális és szolgáltató helyiségeket kell biztosítani. Ezek áthelyezéséhez az MLS-től ígérvényünk van forrás biztosítására a TAO-ból. Ezzel az áthelyezés, hogyha ezt az épületrészt megkapná a sportegyesület, akkor ezeknek az újbóli felállítása, az a forrás nem kerülne semmibe a városnak, csak az épületeket kellene odaadni. Ma ezek ott állnak kint a Városgazda telephelyén. Az enyészetnél azt gondolom, hogy a város tulajdonában marad, jó célt fog szolgálni,
szolgálni és használatba fog kerülni, és mivel hogy ezt szét tudjuk szerelni, így mind a két olyan lehetőséget is megoldaná, ami kell, azaz, hogy hazai rendezvények alkalmával büfét biztosítson, és mind a hazai, mind a vendégek számára külön helyiséget adjon. Persze későbbiekben még a szezon végéig szociális helyiséget is kell kialakítani a régi lengyel piac területi rész környékén. A vendéglelátónál azt most úgy oldottuk meg, hogy két idéglenes WC-t helyeztünk el, és azt béreltünk, hogy a mérkőzésekhez megkapjuk a fennmaradási vagy a rendezési lehetőséget. Ugye a határozati javaslatban azt szeretném kérni, hogy a határozati javaslat arról szóljon, hogy ezeket az elbontott vendéglátó helyiségeket a HSM megkaphassa, elszállíthassa a városgazdától, és elhelyezhesse. Ezt egybe kell venni, azt mondta a vezérigazgató úr, hogy ezt egy egységnek kell venni, ezt a két helyet mi azt szétszerelnénk, és utána már kettő lenne, elhelyezésre kerüljön a hazai és a vendég részen, és így ez a városnál maradna és felhasználásra kerül. Tehát gyakorlatilag ez akkor két pavilon, csak ugye egy egységként volt értelmezve, akkor a határozati javaslatban akkor én azt javaslom, hogy ne egy, hanem kettő szerepeljen, mert akkor az úgy lesz fontos és szakszerű. Mester József képviselő úr kért szót. Köszönöm szépen a szót. A pénzügyi bizottság a tegnapi nap folyamán ezt a kérelmet megvitatta és egyhangulag támogatja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dr. Sóvágó László képviselő úr, kért szót. Most ezeknek a pavilonoknak értékük van, és mivel erről a képviselőtestület nem kapott csak idézőjelbe felhőtes tájékoztatást, lehet, hogy nem is kell mélyebb tájékoztatást, ezt a szót én nem megrohó jelleggel használom. Én nem tudom, hogy a kolozsvári Csabának a pavilon lebontásáért, hogy magyarul beszéljünk, lett-e pénzt fizetve. Gondolom lehet, hisz ő ezért komoly bérleti díjat fizetett. Csökkentett a bérletcsökkentést. Akkor végül is ennek a faháznak, fogalmazzunk így, ennek értéke van. Én, lehet, hogy naivitás, én úgy gondoltam, hogy ha az új vezetés elképzelései közé nem fér be ennek a pavilonnak a ott léte, akár el is fogadhatom, akkor ez a pavilon, hogy a pénz ne vesszen kárba, olyan helyre lesz téve, ahol úgymond kamatozik a pénzt hoz. Most ezt a pavilont, én nem tudom mennyi, hangsúlyozom a pénzügyi hátterét, nem ismerem, de ez a pavilon jóval többbe került, mint 10 millió forint, azt viszont biztosan állítom. Lehet, hogy még a 20-at is eléri, most ezt nem tudom így papír nélkül. 15-öt biztos elér. Azt csak úgymond így, is mondjam, odaadni. Hát én ha azt kérdezné valakit, akkor mondjam, hogy mire gondoltam. Például gondoltam akkor, mikor hallottam, hogy ez el lesz helyezve, hogy mondjuk az óriás keréknél ez fel lesz állítva. Egyébként nem is értem, az óriás kerék miért nem működik, hol a Gyulán meg egyéb helyen működik, de most ebbe sem menjünk bele. Tehát én azt gondolom, vagy olyan helyen biztos lehet találni olyan helyet a városba, ahol ez pénzt hoz. Nekem nincs ez ellen se kifogásom, akkor fizessen bérleti díjat az egyesület, ezért a pavilonért. Ez egy konkrét értékkel bíró dolog. Most mindenki ingyen kap mindent, vagy ez ilyen újabb juttatás. Ez a labdarúgás burkol támogatás, abban meg elég volt már Hajdúszoboszlón. Tehát én nem látom, hogy miért itt kell, miértnek a vége. Igen. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Gergely alapolgármester úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát szerintem a városgazdánál őrmódéként sem mondanám, hogy ennél jobban hasznosulna. Illetve, hogyha most vagyongazdálkodás szempontjából nézem, akkor önmagában az én véleményhez kidobott pénz volt, mert ezekért a minőség és esztétikai kivitelő bódékén egy fillért nem adtam volna, nemhogy ha jól tudom, itt még valamilyen előleg is ki lett fizetve, amit azóta nem tudom, visszakaptunk-e, mert nem tudom, hogy a irodavezető helyettes azt nem tud erről mondani valamit, hogy volt itt korábban valami kifizetett előleg, amivel nem tudott elszámolni talán egy másik vállalkozó. Tehát vagyongazdálkodás szempontból azt gondolom, hogy most kerülnének ezek a dolgok a helyére. A sportegyesületet az önkormányzat eddig is támogatta, eznek burkolt támogatás volt, én úgy gondolom, és szerintem ez felvállalható lenne, ugyanis a sportegyesületnek meg kell felelni ezeknek a feltételeknek.
nem pénzt kért az önkormányzat, hogy ebben segítsen, nem megemelt támogatást kért, hanem ezeknek a most teljesen kihasználatlan vendéglátó pavilonnak a biztosítását, amit szerintem én remélem, hogy elnök úr úgy gondolt, hogy valami esztétikailag vállalhatóbb állapotot fogunk hozni, mint ahogy a másiknál ez meg is történt. Hogyha így van, akkor én úgy gondolom, hogy ennél hatékonyabb és az Egyesület és az önkormányzat szempontjából is előnyös megoldást én sem tudok, úgyhogy én arra kérem a képviselőtársamat, hogy ezt támogassuk ezt a kérelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Én sem tapasztaltam, hogy bárki azóta jelentkezett volna, hogy ő, neki hű, de nagyon jó ötlete van, hogy hogyan hasznosuljon ez a eszköz. Dr. Sovága László képviselő úr kérdezi. Olyan polgármester, hogy jelentkezni kellett volna, hát ezt meg kellett volna hirdetni esetleg, és fölkínálni, mert kevésbé valószínűleg tartom, hogy otthon ül egy vállalkozó, és azt mondja, hogy jé, a Városgazdánál van egy ilyen pavilon, és azt én meg elfejtettem bérbe venni. Ez nem gyakorlatias eset, éppen megtörténhet, de nem gyakorlatias. Amit mondani akartam, én tudok mondani ennél frissebb beruházásokat is, amelyek nem érték el céljukat, kettőt rögtön meg is nevezek, itt a testületülésen szóba került. Nem sikerült kiadni a gasztroteret, a színvonalról ne is beszéljünk, 4 pavilonnak lett volna hely, csak 2-nek sikerült kiadni. És nem sikerült kiadni, ha már a gazdaságosságról van szó. Tudtommal nem sikerült kiadni minden pavilont a sétány mentén sem. Ezt is jól tudom. Tehát vannak itt egészen frissek, holott ezekről az volt mondva, amikor mi ezt kérdeztük, hogy mi lesz, hogy ezek lesznek azok, amelyek lendítenek ebben az esztendőben a hajdúszoboszló idegenforgalma. De én kompromisszumkész vagyok. Én azt gondolom, hogy meg kell szavazni. Én csak elmondtam ezt az aggályomat, semmi probléma nem lesz, nyilván meg lesz szavazva, odaadják a futballegyesületnek, és békében, boldogságban élünk tovább. Igen, Mester József képviselő úr két szót. Köszönöm szépen a szót. Én azt gondolom, hogy nem sikerült kiadni a pavilonokat, azért abban elég nagy szerepe van a jelenlegi helyzetnek, a vírus helyzetnek, tehát hogy az, hogy a vállalkozók igen bizonytalanok abban, hogy egyáltalán megtérül-e egy ilyen pavilonnak a bérlése. Viszont akkor ez megigazolja azt, hogy az a meglévő pavilont is hiába hirdetnénk, vagy hiába tennénk még le valamilyen helyre is, ki szeretnénk adni, valószínűleg akkor arra sem biztos, hogy lenne rá érdeklődő. Viszont azt gondolom, hogy a nézőknek, tehát akár a hajdúszoboszlói, akár a vendégszektorban lévő nézőknek egy büfével való ellátása, tehát egy komfortérzetnek a javítása, az nem jelenti azt, hogy a futballnak a burkolt támogatása lenne itt. Én azt mondom, hogy ez egy kényelmi dolog, aminek örülni kell, a város ezzel hozzá tud járulni. Én úgy érzem, hogy ez semmiféleképpen nem egy támogatás, ez a színvonalnak a növelése, ami szintén a városnak a jó hírét viszi tovább. Úgy gondolom, hogy támogatni kell ezt a előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Marosi György Csongor képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester. Először én szeretném javítani azt a sztereotípiát, hogy ez egy futballegyesület, ez egy sportegyesület. Ma a város egyik legnagyobb sportegyesülete, egy torrától kezdve, kézilabdáig, minden van ebben az egyesületben, és ők is tartanak ott eseményt is, olyan eseményeket, melyeknek a színvonalas megszervezése kell. Most például ezen a nyáron szinte minden hétvégén volt ott olyan esemény, ami nem csak labdarúgás, hanem más sportágaknak is adott helyet, így az ő színvonalas vendéglátású kielégítéséhez kellene ez az egység, és azt gondolom, hogy ezzel a városnak nem csökkenne semmiképpen sem a tulajdona, és semmiképpen nem csökkenne, fel lenne használva ez az egység. Annál rosszabb szerintem nincs, mint hogy most kint a Városgazdánál áll, és az elenyészetére vár, mert hogy jelen pillanatban ott áll már 4 hónapja szétszedve ez az épület. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Gergely, a polgármester úr kér szót. Akkor köszönöm a szót, polgármester. Kérdezem már még egyszer, hogy akkor ezzel a jelöleggel kapcsolatban kapatnánk a tájékoztatást, hogy azzal mi lett. Bírósági. De mondjuk már, mert szemben a képviselőtársai, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi is volt itt a tényállás ezzel kapcsolatban, így röviden. Ezzel kapcsolatban az volt, hogy előlegként kifizetésre került egy vállalkozónak, aki vállalkozott ennek a pavilonnak az elkészítésére, és utána ez az előleg kvázi, ami el lett utalva, ez nem lett
nem lett rendezve, nem lett visszafizetésre, nem került visszafizetésre, mert hogy a pavilonok összeállítását egy más kivitelező végezte el. Tehát. És mekkora összeg van csárvendőre? Hát, ha jól emlékszem, olyan 20 millió forint körül összegről van szó. Hogy? Köszönjük szépen, tartsuk be a parlamentaritást, kérem a kedves kollégákat. Jó, és akkor mindenkinek megadom a szót, aki szeretne a témában hozzászólni. Látom, hogy kezd a helyzet fokozódni. Dr. Sovágó László. A helyzet, hogyha a mester úr nem mondaná ilyeneket, hogy szándékosan az előző városvezetés, az előző fürdővezetés 40-90 millió forintos lopássikkasztást tűrt el. Tehát ezen az alapon folytathatjuk reggelig. Én azt javaslom magamnak is, meg önnek is, és az alpolgármester úrnak is, hogy foglalkozzunk ezzel a napirendi ponttal. Ez a napirendi pont arról szól, hogy átadják a pavilont a egyesületnek, ez meg fog történni, reményeim szerint az egyesület hasznosan fogja használni, és zárjuk le ezt a témát, mert egyébként nagyon rossz vizekre elvezünk. Igen, azért nem lehet lezárni, képviselő úr, ezt a témát, mert egyébként a sejtetéseket éppen ön kezdte el itt a testületgyűlésen az óriás kerékkel, meg akkor hogy, meg milyen bújtatott támogatása ez az egyesületnek. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen reakció, a hallott ellen reakció váltja ki. Csak reagálnék az óriás kerék esetében is. Semmi olyan dolog nem történt a város részéről, ami indokoltá tette volna. A vállalkozónak érvényes szerződése van. Ez is peresítés alatt, vagy jogi megfontolás alatt van az önkormányzat részéről, mert nem tudjuk, hogy miért nem volt hajlandó idejönni. És ugyanez igaz a pavilonok esetében is. Egyetlen egy pavilon az, amit nem tudtunk kiadni, amire már most jelentkező van a jövő évben, mert igenis a vállalkozók is teljes bizonytalanságban voltak, hiszen milyen év volt. Hát májusban még azt sem tudtuk, hogy lesz-e egyáltalán szezon, vagy egyáltalán lehet-e kijárni. Hát örüljünk, hogy egyáltalán valami történt a turizmusban ebben az évben, és ez alkalomból szeretném megköszönni, bár nem ehhez a napirendhez tartozik, de nagyon fontos, hogy azok a helyi civil szervezetek, művészeti csoportok, akik egész nyáron a szabadidejüket feláldozva szórakoztatták az embereket, és nem, bocsánatot kérek, de én azt gondolom, hogy a vendégek között járva, igen, ez egy nagyon fontos része volt annak, hogy a vendég jól érezze magát, hiszen interaktívan részt tudtak benne venni, ott voltak, test közelben az emberekhez, és jól érezték magukat. Lehet, hogy jobban érezték magukat, mint mondjuk egy nagyobb megakoncerten ott a Salakosban, de nyilván ez is epés megjegyzés volt a részemről, elismerem. Van-e még, akkor térjünk vissza jó a HSE-hez, mert ebben igaza van képviselő úrnak, hogy nagyon eltérültünk, de hát ennek mindenképpen megvolt az oka, hogy miért torzult el ez a téma. Tehát akkor ezt a két egységet a képviselőtestület átadja használatra a HSE-nek, és reméljük, hogy jó gazda gondosságával megőrzik, és esztétikailag is egy kicsit kicsinosítják, mert ebben a formában még ott se állítanám fel, ahogy most kinéz, és ahogy kinézett tavaly főszezonban. Jó. Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon. Hét igen, kettő tartózkodás mellett elfogadtuk az előterjesztést. És akkor a 8-as előterjesztés következik, a Szent István parki pavilonok bérleti díjával kapcsolatos előterjesztés, amelynek a lényege az, hogy szeptember hónapra kedvezményben részesüljenek az ottani bérlők. Igen, nagy bizonytalanság van, ma sem tudjuk még, hogy milyen döntések születnek, milyen szigorítások lesznek szeptemberre, csak remélni tudjuk, hogy a turizmus megint nem a leginkább kárszenvedője lesz a következő hónapoknak, úgyhogy kérem, hogy támogassuk ezt. Mester József képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, a pénzügyi bizottsága előterjesztést megvitatta és egy hangulat támogatja annak elfogadását. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás.
Igen. Nincs. Vélemény. Nincs. Akkor szavazzunk, aki a határozati javaslatot támogatja. Az előzőekben elmondottak szerint azt kérem igennel szavazzon. Igen, 9 igen nem és tartózkodás nélkül elfogadtuk a határozati javaslatot. Megkérdezem a bevezetőben elmondottak mellett, hogy szeretne valaki kérdést feltenni. Dr. Sovágó László képviselő úr. Mert vannak kérdéseim, de megértettem. Ne legyen az viszont a szeptemberi ülésen, hogy ja, most jutott eszébe, és már 2 hónap eltelt. Én majd akkor fogom ezeket a kérdéseimet föltenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, interpelláció nincs, bejelenteni valója van-e valakinek? Ha nincs, akkor köszönöm szépen a rendkívüli ülésen való részvételt. Mindenkinek további jó pihenést kívánok. Köszönöm.